Üdvözöllek a csatornámon, Méreg Attila vagyok, a Világjáró Klubja Bécs szervezője és Bicai Futár. A koronavírusnak köszönhetően az előadásaink csúsznak, én meg egy hülye baleset miatt csücsölök ide-haza. Ha már itthon kell lennem, karanténban, és a barátaimban nem tudok találkozni, akkor online próbáltam őket utolérni. Egyes barátaim elveszítették a munkájukat, vagy átmenetileg nem folytatnak tevékenységet, de van olyan is, aki alkalmazkodik, átállt a mostani körülményekre. Velük fogok beszélgetni a következő napokban. Az első interjút Varga Danival készítettem, aki tanárként dolgozik itt, Bécsben. Szevasz Dániel, szép jó estét! Ja, Attila, sziasztok! Köszönöm szépen, hogy tudtál időt szakítani erre a beszélgetésre. Én úgy tudom, hogy te tanár vagy, és a jelen körülmények, a jelen helyzet mennyire változtatta meg, mennyi kihívást ad most neked, úgyhogy otthon kell lenned, és online kell végezned a munkádat? Egész picit pontosítok, hivatalosan nem tanár, hanem felnőtt képzési tréner. Ez lényegében ugyanaz, csak mi hát nagy gyerekeket képzünk, tehát általában olyan 18 és 25 között mozog a korosztályom. Nyilvánvalóan egy nagy változás volt, mert hát ugye átállítottak minket, most online oktatunk. Két kihívásra kellett alapvetően szembenéznünk szerintem. Az egyik, az a technikai felkészültség, ugyanis az a korosztály, akikkel mi dolgozunk, az online világban sokkal jobban kiismeri magát, mint mi. Na most ebből a szempontból én még viszonylag szerencsés vagyok, mert én a kollégák közül az egyik legfiatalabbnak számítok, tehát én már valamennyire belenőttem ebbe az egész digitális világba, még akkor is, hogyha egyébként a barátaim úgy szokták mondani, hogy a technikához való hozzáállásom olyan, mint a mormonoké. Bocsánat, az amisoké. Tehát hülye vagyok hozzá, tény. De hát ugye a legtöbb kollégánk például még életében nem vett részt egy videokonferencián. A Messengeren kívül semmilyen üzenetküldő programot nem ismer, gyakorlatilag e-mail és ennyi kész. Tehát ez volt az egyik, amit át kellett hidalni. A másik pedig a motivációt fenntartani. Na, az nehéz. Tehát teljesen más benne lenni egy osztályterembe, és amikor tele van a hócipőd, akkor egyszer elordítani magadat, hogy na, az ángyatok, szomorú szemű úristen itt most aztán, mint ugyanezt megtenni e-mailben nyilván, illetve hát olyan feladatokat adni, amik valamilyen szinten érdekesek is nekik. Azt gondolom, nekem nagyjából sikerült áthidalnom mind a kettőt, és kopogom, eddig megy. Mennyire egyszerű a dolgotok, nem tudom, jól működnek a rendszerek, min keresztül tartjátok a kapcsolatot, tartjátok az órákat a diákoknak? Na most, hogyha a kérdésed arra vonatkozott, hogy tehát úgymond a felső vezetés mennyire könnyíti meg a dolgunkat, semennyire, tehát nagyjából ránk volt bízva, hogy mit és hogyan csinálunk, mint ahogy az lenni szokott, használja az ember a kreativitását, amiből él. Hogy mennyire könnyíti meg maga a helyzet, nem mondanám, hogy megkönnyíti. Tehát nyilván kényelmesebb az, hogy fölkelek, elmegyek, sétálok egyet a kutyával, aztán hazajövök, leülök ide a kis fotelomba, aztán innen dolgozok, viszont megmondom őszintén, macerása. Ugye mindent le kell írni, ugye például most nagyon pontosan kell mindent dokumentálni. Ugye eleve az, hogy nem látod az embereket, tehát most vagy csinálják a dolgokat, nem. Mikor ott vannak veled élőben, látod. Szóval nem mondanám, hogy home office-ból dolgozni egy trénernek vagy tanárnak könnyebb, mint élőben. Szerintem nem az. Neked most akkor van az e-mail, és akkor élő videó előadásokat tartasz, vagy ez hogy működik most jelenleg? Ez egy érdekes történet, ugyanis én az elejétől szorgalmaztam, hogy hát élőzzünk. Na most itt jött be az, ami ugye az elmúlt most már 2 évben megkeseríti az életünket, a németül DSGVO, magyarul adatvédelmi törvény, ugyanis pontosan azokat az applikációkat, amiket gyakorlatilag mindenki ismer és használ, mint mondjuk a WhatsApp, tanárok nem használhatják, mert az adatvédelmi törvény miatt nem oké, mert ugye ott látod az ember telefonszámát. A Messengert ugyanúgy nem használhatjuk, mivel nem Európában van a szervere, tehát adatvédelmi törvény szempontjából nem oké, úgyhogy föl kellett kutatnom, illetve kutatnunk néhány olyan programot, ami aztán tényleg semmit nem küld. Nyilván ezt is ki lehetne játszani, de annyira már nem figyelnek oda, tehát erre mondjuk elég jó a Skype, viszont azt valamit egyre kevesebben használjuk, viszont egy elég jó is védett program, amit pont ma próbáltam ki a tanulóimmal, és abszolút jól működött, az a Zoom. Én személy szerint azt csinálom, hogy e-mailben kapják meg a feladatot, tehát reggel bejelentkeznek, hogy na, jó reggelt, itt vagyok, utána e-mailben odadobok nekik egy feladatot, hogy na, srácok, most ezt is ezt kell csinálnotok, vagy csoportmunka, tehát mindenki egyszer ugyanaz kapja, vagy pedig egyénileg kiosztva, attól függően, hogy kinek mik az igényei,
és akkor megvan az időpont, hogy ezt mire kell elvégezniük. Na ugye hát itt jön a probléma, hogy ez aztán vagy megtörténik, vagy nem, hanem hát akkor ugye most itt moroghatok a képernyőlettel, persze nem ugyanaz. A Zoomot, tehát az online tényleg élőzést azt jelenleg ilyen heti egyszeri megbeszélésre használom. Ez volt ma az első, de annyira tetszett a srácoknak, hogy lehet, hogy gyakrabban is fogjuk csinálni, nem tudom. Jó volt minden esetre. A első vezetéstől nem kaptatok meg egy ajánlást, egy listát, hogy akkor ezeket használjátok, nem magatoktól kellett rájönni? Ez így van. Hát a felső vezetésnek most éppen csak a gatyája nem veszik el, tehát őket is úgy ért ez az egész helyzet, mint a villámcsapás. Ugye ők gyakorlatilag most küzdenek azért, hogy egyáltalán a cégek fönn maradjanak, egyáltalán a munkahelyünk megmaradjon. Hála Istennek nálunk a mi éránkban elég jól néz ki, mivel mi ugye magán cégekkel dolgozunk, viszont állami támogatásból. És ugye azokat nem nagyon fagyasztják be, tehát úgy néz ki, hogy mi azért megmaradunk. Úgyhogy van gondjuk elég. Meg hozzá kell tegyem, hogy a trénernek az egyik nagy különbsége a tanárhoz képest, hogy tehát a tréner az mindehhez is kell, hogy értsen. Egy trénernek kreatívnak kell lennie. Tehát gyakorlatilag technikai segítséget nem nagyon kaptunk. Tehát jelentősebb. Milyen tantárgyakat, milyen órákat tartasz a diákoknak? Nálunk ez egy picit másképp működik, tehát mi nem egy klasszikus oktatási rendszerben dolgozunk, mi hivatalosan nem is számítunk iskolának, mi egy képzési projekt vagyunk. A mi projektünket az AMS támogatja, tehát a munkaügy ugye. Alapvetően három dologra van kihegyezve nálunk az oktatás vagy a tréning. Az egyik az alapképzés, tehát az, akinek tényleg nincsen meg, azoknak ezt megadjuk. Ez gyakorlatilag az általános iskolának a bepótlása. Ugye, mivel munkaügynek nyilván mi a célja az, hogy az emberek a munkanélküliségből visszakerüljenek a munkavilágába, és jól táplált hizómarhák legyenek, akiktől aztán lehet adót beszedni. Ez a másik rész, amit csinálunk, tehát megpróbáljuk az embereket elhelyezni a munkaerőpiacon. És a harmadik, amit én csinálok, az a köztes híd, ami azoknak az embereknek van kitalálva, akiknek már van egy alapképzése, viszont még nem készek arra, hogy elmenjenek dolgozni, mert van valami lelki nyűgnyavajájuk, mert még időre van szükségük, mert akármi. Tehát én gyakorlatilag inkább egyfajta, majdnem azt tudnám mondani, hogy foglalkozásterápiát csinálok. Mivel nekem a végzettségem biológia tanár, általában azok a foglalkozások, amiket én tartok, valamilyen úton módon össze vannak kötve a természettel. Na, itt jön az érdekesség, ugyanis amikor én ténylegesen ott vagyok a suliban, akkor mi elég sokat kirándulunk. Tehát elég sokat mászkálunk erdőbe, mezőkön, hegyeken, múzeumokba, stb. Ugye ez most kimarad. Most megpróbálom úgy belehozni a természetet, a történetbe, hogy egyszerűen ilyen témákkal foglalkozunk. Tehát most a héten például ökológiai témákat dobtam be nekik, mondjuk pont tegnap volt a nagyipari növénytermesztés a téma, hogy a permetezőszereket, tehát a peszticideknek milyen hatása van, aztán génmódosításnak milyen hatása van, bocsánat, szakszavak, amik németül jutnak eszembe, tehát a műtrágyának milyen hatása van az élővilágra, ilyesmikkel foglalkozunk most. És te mondtad, hogy egy ilyen aktív ember vagy, szeretsz kimenni a friss levegőre, most a négy fal között hogyan próbálsz, próbáld a mentál higiénédet jó szinten tartani? No, hát ez szintén egy jó kérdés, illetve erről beszélgettünk a srácaimmal is, tehát a neveltjeimmel, adtam nekik is pár tippet. Szerencse vagy nem szerencse, nem tudom, de van néhány tippem erre az esetre, ugyanis kerültem már ilyen helyzetbe, nem abban, hogy karanténban voltam, de voltak olyan szakaszai az életemnek, mikor hát egy kicsit nehezebben tudtam mit kezdeni magammal, na és túl sok időm volt, és rájöttem, hogy alapvetően három szabály van, amit be kell tartani az embernek. Az egyik a mozgás, minden mennyiségben. Ugyanis amennyiben a tested nem fárad le, akkor pörög az elméd iszonyatosan, tehát onnantól nem tudsz jól aludni, ideges leszel, stb. Tehát én most minden napomat úgy kezdem, hogy fölkelek, kimegyek a kutyával, és utána egy fél órát, 40 percet sportolok, vagy futok, vagy kettlebellezek itthon, vagy bármi. Tehát lényegében mindegy, hogy mit. Úgyhogy szerintem azon kevés emberek közé tartozom, akinek a karanténban sikerült fogynia. A másik, hogy el legyél foglalva. Ez ugye nálam jelenleg adott, mivel hát napközben dolgozom, illetve most költöztem át az új lakásba, még látjátok is, nagyjából kopasz a fal mögöttem. Tehát mindig van mit tenni-venni. Intézem itt a kis dolgaimat, tehát az, hogy le legyél foglalva. És a harmadik, ami szintén nagyon fontos, és erre még nem jöttem rá, hogy miért, de működik, és a legtöbb embernél működik, az a rutin. Tehát felállítani egy napi rutint, és ehhez tartani magadat. Én például mindig ugyanabban az időpontban kelek föl most. Nem lenne rá szükségem, pont azért, mert itthon vagyok, de belőttem magamnak, hogy én reggel 6-kor kelek. Ugye én különböző időpontokban is kezdek dolgozni, valahogy 9-kor, valahogy fél 9-kor, tehát csúsztathatnám egy fél órával a fölkelésemet, de egyszerűen nem érdemes, mert a szervezeted rááll erre. És valamiért, hogyha van egy ilyen ritmus, amihez tartod magad,
valahogy nyugodtabb vagy. Ezt nem tudom megmagyarázni, hogy miért, de működik. Ezt tovább ajánlottam a srácaimnak is. Hát a sporthoz legalábbis tartják magukat mindenképpen. Én is ezeket próbálom a napomba belerakni, de remélem, ha valaki ezt megnézi, ezek közül lehet, hogy hallok valami újat, és megcsillan a kis körte a fejek között, és azt mondja, hogy na jó, oké, én is kipróbálom ezt. Köszönöm szépen ezeket a tippeket. Ez izgalmasan hangzik, hogy próbálod interaktívvá tenni az előadást, és akkor így most az online térben fenntartani az érdeklődést, meg a motiváltságot. Ez biztos most új kihívást jelent neked is, és ehhez akkor kitartást kívánok, és köszönöm szépen, hogy válaszoltál. Köszönöm szépen. Sziasztok. A következő részekben folytatódni fognak az ilyen beszélgetések. Ha tetszett, dobj egy lájkot, ha van kedved hasonló interjúhoz, lejjebb a leírásban megtalálod a kontaktot hozzám. Ha van bármilyen véleményed, kritikád, hagyd meg nyugodtan a kommentben. Köszönöm szépen, hogy végignézitek a videómat. Legyetek jók, ha tudtok, és maradjatok egészségesek. Sziasztok!